Eszenyi Enikő 5 évvel ezelőtt hozta létre szülővárosában a Csengeri Alkotóközpontot, amely magyar és határon túli fiatal művészekkel és pályakezdőkkel foglalkozik. A színművész missziójának tekinti a fiatal generáció tanítását, és büszke a hallgatókra, akik közül többen évről évre visszatérnek Csengerbe. Nagyon hálás vagyok a csengeri polgármester úrnak, Forján Zsoltnak, aki szívén viseli a csakot, és rendelkezésünkre bocsájtották ezt az épületet, ahol én már 5 éve tudunk működni, és rengeteget segítettek bennünket abban, hogy fejlődjünk folyamatosan kívül és belül is. Az 5 év alatt nagyon sok hallgató fordult meg nálunk határon, innen és túl. Rengeteg híres alkotó, művész lépett fel, illetve tartott előadást. Ez az 5. csak, ez azért nagyon izgalmas, mert most van a legtöbb hallgatónk. A világ sok pontjáról jöttek. Sasó Dimoszki Észak-Macedóniából érkezett, a Velesi Nemzeti Színház igazgatója. Már 3 éve tanít Csengerben, idén Kertész Imre Sorstalanság című művét dolgozza fel a hallgatókkal. The first one was more theoretical. We were discussing and creating concepts about theater installations. Az első év elméleti volt, színházi installációkkal foglalkoztunk, a másodikban tavaly költészetet állítottunk színpadra, az idén pedig prózát. Ez egy speciális terület a számomra, hogy csodálatos, kreatív és szorgalmas emberekkel vagyok körülvéve, és ez egyáltalán nem gyakori, hogy ilyen emberek társaságában lehetek. Hétfőn a Viola Presso című rövidfilmet láthatták a nézők a Csakházban. A forgatás tavaly nyáron zajlott a workshopon. A szereplők Eszenyi Enikő, Aszalos Géza és Konics Olivér, a filmrendezője Lukács Gergely, operatőre Paszterkó Viktor volt. A Csengeri Alkotóműhelybe a közönség is bepillanthat, és számos kísérő rendezvénynek is részese lehet. Az elmúlt napokban fellépett többek között Molnár Piroska, Csonka András és Járai Mátéval közös estjén Eszenyi Enikő, valamint bemutatkoztak a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói is. A kurzusok bemutatóit augusztus 10-én szombaton láthatja majd a közönség.